Az október elsőjei evédünk mindenkinek egyformán egységesen palócleves. Nagyon finom, nem tudom, hogy ismeritek-e a palóclevest. Ups, párásodtunk, nagyon-nagyon finom leves. És aranygaluska. Nagyon-nagyon jó puha. Tényleg olyan, mint a szivacs, nagyon-nagyon fincsi. És gyári szósz van rajta. Már jó ideje nem pudinggal készítem, hanem olyan gyári vanília öntet került. Most már vasárnap van, és melegítem az ebédünket, ami ugyanaz lesz, mint tegnap. Ezért már kint nem is fogom nektek mutatni a tálalás, mert tök felesleges. Még így is maradt leves, illetve előkészítettem a galuskát. Ugyanazt fogjuk enni, amit tegnap is ettünk. Ha már október 3-a van, a mai ebédünk az nem ez lett volna, hanem krumplis tészta, de mindegy is. Úgy döntöttünk, hogy nem azt teszünk, mert ez is egy tészta. Ezt szombaton készítettem, aranygaluska, és még mindig van belőle. Szombat, vasárnap, meg mára is, mindegy. Úgyhogy csirkeszernyet sütöttem, én olívasalátával fogom enni, nagyon buszta. A többiek azok steak krumplival. Apa viszont egyáltalán nem szereti a szernyet, így ő ilyen sajttal töltött grillkolbászt kapott, airfryerben sült minden. És akkor desszertnek még egy kis galuska mellé. Szóval a negyedikei keddi ebédünk krumplis tészta, ilyen csilis pici uborkával Dorinának, Mancikának uborka mentesen, illetve nekem bontott bolonyai szószból, ami múlt héttől volt bontva, grillezett mozzarellás cukkini egybesütve. Az október 5-i ebédünk ugyanaz, mint tegnap. Krumplis tészta, annyi különbsége, hogy Dorina ma nem csilis uborkát, hanem céklet kért mellé. Illetve nekem ugyanaz, ami tegnap, annak a másik fele. A 6-i ebédünk egy ilyen párizsi bundában lévő csirkemell, ami hát rizslisztel készült, úgyhogy ropogós, nagyon finom, és édes csilis szósz van a tetején, valamint kukoricás baszmati rizs. Mutatnám a... Hányadika van, Dorina? 7-e, azt hiszi. Nem tudom, tegnap készítettük a kaját. Ez lesz ma is ugyanúgy az ebédünk, mint tegnap. Itt vannak a maradékok, és... még van belőle, mert hogy itt is van még. Szóval, ja, ezek a... Na, csak sikerült. Ezeket így naturba sütöttem ki. Ennek lehet, hogy holnap csak egy ilyen jó kis hagymás mustáros tejfölös szaftot, és akkor abba visszadobálom, és akkor úgy megesszük majd. Viszont már ez így untig elég nekünk négyünknek. Úgyhogy ez lesz a mai ebéd, annyi, hogy estére még sütök krumplit, hogyha apa megjön, mert meg van cikának is, mert nyilván ennyi rizs nem elég négyünknek, szóval ugyanaz az ebéd, ami tegnap volt. Október 9-e van, a mai ebédünk. A sok csirke után egy kis más. Ez sajtos kolbász, grill kolbász, édes mustár és egy ilyen több magvas barna zsömi. Azaz enyém lesz. A gyerekeknek steak krumpli, rántott kamember és rántott mozzarella. Apának pedig ugyanez, mint nekem, csak steak krumplival. És ott van Dorináé. Dorináé is ugyanolyan, mint ez itt. Jó étvágyat nekünk! Készítem a 10-i ebédet, ami nem lesz más, mint mondhatni, egy gyrosz, mert hogy gyrosz fűszeres a husi, amit vajon pároltam. Hónapja vettük ezt a dürümlapot, hát remélem, hogy nem fog órán száján dőlni, mert én akárhányszor tortillát csinálok, az mindig így szétesik. No, hát valahogy összeguberáltam, csomagoltam őket, de megtűztem fogpiszkálóval, hogy ne az legyen, hogy szétborulnak, mert amúgy kitekeredne. Én ehhez megmondom őszintén, hogy ujjaj, béna vagyok, na. Úgyhogy ezt fogjuk mai 10-én elfogyasztani.
Itt pedig már a 17-i hétfői ebédünk látható, csak éppen ez egy vlogból való rész, tehát ezt külön nem videóztam le az asztalnál, sajnos. Úgyhogy így tudom csak nektek megmutatni, amikor apának tálaltam oda az ebédet, zöld borsóleves és túró gombóc, amit itt láthattok, majd pedig nekem is készült még külön másik fajta étel, ez pedig az elmaradhatatlan csirkevel és cékla, én pedig ezt fogyasztottam. Krumpli főzelék lesz a mai ebéd, készül majd még tükörtojás is, de az majd csak később, hogyha apa is itthon lesz, illetve itt vannak a fasírtok. Ups, nekik még kell egy kicsi, meg még itt dupla annyi van, mint amennyit sütök. Ismét dél van, pontban, ebben a percben, és akkor íme a csirke paprikás. Ez a teljes kiürlés, nokedlés, egy kis kapribogyó, meg ilyen csilis, csípős kis uborka, tejföl, és a mamával ketten fogunk enni, mert hát mi vagyunk egyelőre még csak itthon. Sajtkrémleves sajtos krutonnal, és a rizskó eperlekvárral szöbb hiányában. Jó étvágyat, ketten eszünk ismét a mamával, mert csak mi vagyunk itthon. Ezen a napon sajtgolyókat készítettem, és volt még a hűtőben a krumpli főzelék mellől megmaradt fasírt, amit átsütöttem, csináltam párolt fegyes zöldséget, és az előző napi rizskókot tálaltam még mellé. A szombati ebédünk igazán bajor étel lesz, nagyon egyszerű, kis perec, vajasan, és hát egy kicsit jobban megsült a hőlékkeverés alatt a fehér kolbász, de van piros kolbász is, illetve egy ilyen nagyon finom édes mustárral szoktuk mi ezt enni, ez lesz akkor így a szombati ebédünk. Nagyon-nagyon régen nem főztem már húslevest, így úgy gondoltam, hogy csinálok egy húslevest, mindenféle belevaló jó zöldséggel, ezt egy vlogban mutattam is, aztán mellette még látható fokhagymás sültarja és párolt rizs, ezt fogyasztottuk el a vasárnap ebédre. Mutatnám is akkor az én ebédemet, rizs és hát ilyen paníros hal. Igazából ilyen fagyasztott tigló, ez volt az utolsó, mert ezzel el is fogyott a fagyasztóból. És akkor a többiek, azok ugye mindenki máskor eszik, majd jövök vissza a húslevessel, a csirkepörkölt, vagy paprikás, vagy mit tudom én minek is nevezzem. Van még tarja, és akkor az almás pite. Megérkeztem a második ebédmutatással. Doréna akkor eszi a tegnapi tarját, hogy más tarját rizssel és csilis pici ubikával, illetve íme az elkészült almás pite. Nagyon örül neki, azon mosolygok, hogy itt mosolyog mögöttem. És akkor íme a maradék rizs, elkészült mellé csirkemelből tejfölösen a paprikás. Ezt fogja apa enni, leves nuku, nem kell, nem baj, holnap jó lesz majd a leves zöldség a rakott kelhez. Ezen a napon mamának kedvenc ételét főztem, rakott kelt, amit én is nagyon szeretek, ezt is egy blogban láthatjátok majd, illetve bolonya és spagettit annak, aki nem szeretné a rakott kelt. Mutatnám akkor az elkészült rakott kelt, így felvágva. Nagyon-nagyon guszta, és nagyon finom is. Tényleg próbáljátok ki, hogyha még nem tettétek így, mert ezekkel a vegyes zöldségekkel nagyon-nagyon jó íze van. És akkor íme itt lenne a spagetti is, ő is kifőzött tésztával, frissen, ahogy apa hazaért, és Marcika is eszik akkor vele. Szintén egy kedvenc étele mamának a havai csirkemell, aki pedig ezt nem szereti, annak készült békönös csirkemell, és párolt kukoricás erist tálaltam mellé.
listáltam az ebédet, egy óra lesz pár perc múlva, hárman fogunk ebédelni, íme akkor a krumplis leves, hát a tejföl az elég jó kicsapódott a habarásnál benne, úgyhogy béna voltam, de hát látjátok, én se vagyok tökéletes, én is rontok el dolgokat, nem túl guszta, de finom. Itt vannak a gombócok, ezek a szilvalekvárral töltött, amit még annó augusztusban vásároltam. Igazából most bontottam meg a második zacskót. És akkor itt van az én ebédem is, ez pedig, hát így nem mutat sokat, tulajdonképpen gomba, egy kis hagymán megpirítva, amaránt és spenót. Így nem mondanám, hogy túl guszta, de az íze az jó. Mutatnám a 30-ai ebédünket. Nekem édes burgonya, zöld, fűszeres, citromos csirkecomb, és még tegnap sütöttük, hogy a mama meg tudja kóstolni ezeket a hot, vagy hogy mondják, csípős csirkeszárnyokat. Van itt egy kis olivasaláta és répasaláta, és igazából mindenki ugyanezt fogja enni, apa kivételével, mert apa csak két combot. Nem érje a csípőst és a csirkeszárnyat se szereti, szóval ez lesz a mai ebéd. Hát hiányzik a mama már, a 2,5 hét alatt nagyon megszoktuk, de sajnos haza kellett mennie. Na jó étvágyat nekünk! Az október utolsó napi ebédje az székelykáposzta, és a november első ebédje is ez lesz, mert egy két napra főztem, és egy kis krumplis kenyeret hoztam ide mellé. Thank you.